Nagy média érdeklődésre számot tartó ügyben zajlott előkészítő ülés a Pécsi Járásbíróságon a napokban. Nem csoda, hiszen az országos hírekben is szereplő Jancsula Dezső pedagógus ült a vádlottak padján. Mint arról már többször is beszámoltunk, a tanár a Pécsi Nevelési Központban oktat, ahol 2020. szeptemberében két renitens fiatalt utasított arra, hogy hagyják abba a dohányzást és hagyják el az iskola területét. Szóváltás alakult ki, majd egy akkor az intézményben dolgozó gondnok lépett közbe, és vitte földre az egyik tizenévest. Dezső bácsit emiatt tanúként idézték be a bíróságra, de később vádlottként szerepelt a vádiratban. A tavalyi évben már hozott egy döntést a bíróság, akkor pénzbüntetésre ítélte a pedagógust. Most azonban előkészítő ülést tartottak az ügyben. Az ügyészség a vádiratban indítványozta Jancsula Dezsővel szemben egy olyan bűncselekménynél, amelynek a büntetés tétele 1 évtől 5 évig terjedő szabadságvesztés, hogy a lehető legenyhébb büntetés kiszabására kerüljön sor, mégpedig az enyhítő szakasznak az alkalmazásával. Ennek során tett az ügyészség indítványt pénzbüntetésre, és a bíróság ez alapján hozott döntést. Lehetőség van arra, hogy az ügyészség az előkészült ülésen indítványt tegyen. Az ügyészség ezen az előkészült ülésen a Jancsula Dezső vádlott vonatkozásában indítványt tesz megrovás alkalmazására, és a beismerés esetére tulajdonképpen ezt a mértékes indítványt tartja fent. Az ügyészség tehát módosította az ítéletre tett indítványát, ezt azonban Dezső bácsi nem fogadta el. Ha én nem követtem el bűnt, akkor miért ismerjem be? A tanár egy példával próbálta szemléltetni azt, hogy miért nem fogadta el a megrovást. Most egy durva példával élve, ha valakiről azt állítják, hogy szalámit vitt ki az üzletből, és 1 kilóról szól a vád, de ő nem vitt ki szalámit, akkor a végén neki 10 dekát se kell beismernie. Tehát én nem. Szerintem nem kellett elfogadnom a megrovást. Jancsula Dezső az ominózus eset óta egyszer a rendőrségen találkozott azzal a fiatallal, akit rendre utasított. Az édesapja kíséretében ott volt, beidézték, őt is tanúnak, nem volt semmi, sőt az édesapa elnézést kért tőlem, és mondta, hogy ő nem szerette volna ezt a helyzetet. Ő nem is jelentett föl. Tehát ez hozzátartozik az igazsághoz, hogy a család részéről nem történt feljelentés, tehát nem azért állok a bíróság előtt, mert a család úgy gondolta, hogy a gyermekét galád módon bántalmaztam, hanem ez az ügyészség olvasata volt. Hogy a másik verekedés ügyben tanúként lettem beidézve, végül a nyomozati iratban az szerepel, hogy a közvetett ellátó személy ellen a munkahelyén garázda módon fellépő fiatalok, így adját a rendőrség az ügyészségnek. És akkor ebből megfordul az ügyészségen, hogy én bűncselekményt követtem el. Na most, hogyha azt mondom, hogy dorgáljatok meg, akkor azt mondom, hogy jó, hát 10 deka szalámi fűződik hozzám, holott tudom, hogy nem vittem. Most ezért mondtam ezt a hasonlatot, mert ez jutott eszembe, de én úgy gondolom, akkor járjunk a végére. Június 1-én tartják a következő tárgyalást. Megkérdeztük, mire számít Dezső bácsi. Fogják ezt szagolni jobbról-balról, vizsgálgatják. Hát aztán még nyilvánvalóan, hát mire számíthatok, tehát mit gondolhatok? Hát, hogyha most azt gondolnám, hogy veszíteni fogok, akkor nyilván belemente van a megrovásba. De én úgy gondolom, hogy nem. Az előkészítő ülésen részt vett Stíbel Lőrinc is, aki korábban demonstrációt szervezett Dezső bá mellett. Tudnunk kell, hol a határ, és egy tanárnak tudni kell a határokat biztosítani az iskolában, és én attól félek, hogy itt ugye lesz egy következő fázis a tárgyalásnak, hogy esetleg az elmarasztaló ítélet az nem, hogy jóvá lesz hagyva, hanem még komolyabbá válik. Ez én szerintem ez meg elfogadhatatlan. Tehát ezt ma hagyja a társadalom, hogy ez egy tanárral megtörténhessen, hogy a gyerekeink olyan iskolákban járjanak, ahol a tanárnak annyi joga nincs, hogy a rendet biztosítsa. Ha ezt hagyjuk, akkor nincs miről beszélni, tehát ezt nem hagyhatjuk, én azt hiszem. Az üggyel kapcsolatban Kővári János is nyilatkozott. Az önkormányzati képviselő kitért arra is, hogy nemrég több minisztérium is vizsgálta az ügyet.
Azért voltam itt, mert szeretném jelezni, hogy kitartunk amellett, hogy a tanároknak igenis a rájuk bízott gyerekeket meg kell óvniuk, mint ahogy nyilván kötelessük a jogszabályokat is betartatni. Elhangzott a tanár úr szájából is, hogy mindösszesen ennyit kívánt, érvényt szerezni a jogszabályoknak és a rábízott gyerekekre felügyelni. Én azt gondolom, hogy ott a helyünk mellette. Kezdeményeztem egy törvény módosítási folyamatot, több tárca közé egyeztetés volt már, három minisztérium között, a Belügyminisztérium, Igazságügyi Minisztérium és az EMMI, az oktatásért felelős tárca is érintett ebben a jogszabályban. Nyilvánvaló sokféle szempontja van egy ilyen ügynek. Én azt gondolom, hogy ha a bírósági tárgyaláson megszületik egy ítélet, az is majd segít abban, hogy a megfelelő törvénymódosítás megtörténjen. Ugyanis ma mindenki másban látja a megoldást. Vannak, akik az iskolaőrségben, vannak, akik a tanárok jogainak a bővítésében, én úgy gondolom, hogy a helyreállításában, és vannak más javaslatok is. Nyilván ez egy több hónapos folyamat. Legközelebb törvényhozás egyébként már a következő parlamentnél lesz, úgyhogy akkor számíthatunk majd ebben az ügyben is, remélem, érdemi módosításra. Dezső bácsi ügyében hamarosan indul a rendes tárgyalás, így a következőkben meghallgatják az érintett fiatalokat, tanúkat és szakértőket is.